Szervusz, Krisztián! Mi volt ez a svédés? Menni akartam. Dinnye farm? Hova repülsz? Nem tudok a dinnye farmig. Krisztián, van egy jó hírem. Na? Ha visszajössz, akkor el is mondom. Hogy szállsz ott a távolban. És hova mentél te el, hogy 85 kilométer, míg visszajössz? Ja, hát 85 kilométerre. Na. Mi volt ez? Vigyázz, Creeper! Ja! Ja! Cepad! Ennyi volt, csicsi. Hogy került ide Creeper a fényes nappal közepén? Hát, ez nagyon jó kérdés. Krisztián, nézd, ha meglátod, vagyis megfigyeled, jobb oldalra egy kicsit már ki is stretcheltem itt ezt a placot. Kicsit kibővítettem már erre felé, és ott is már elkezdtem feltölteni, csak elfogyott az összes kövünk. Úgyhogy ez szomorú. Próbálom majd orvosolni a problémát, fogok majd követ bányászni. Illetve itt is majd még meg kell csinálni, hogy itt eltakarja a cobblestone-t. Arra is gondoltam, hogy nem is kellene kitölteni, hanem lehetne üreg is, ugye, alatta. Csak nem tudom, az olyan rosszabb szerintem. Meg ugye nem feltétlenül csak kővel lehet kitölteni, lehet mással is, de... De amúgy azt csináljuk, hogy megépítjük, és utána töltjük ki. Az nem jó. De nem baj, mert a szerkezetét meg tudjuk építeni, amit egyébként a mai videóban fogunk. Úgyhogy let's go! Na hello, srácok! Ez itt egy újabb Minecraft sorozat rész, azaz az 50. Wow! Már az 50. rész. Aha. Az első évadban hány rész volt? 60? 66. Krisztián, arra gondoltam, hogy itt ezt a lépcsőt, ezt kicsit okosabban kéne megoldani, mert ha megnézitek, srácok, akkor ez itt egyáltalán nem középen van. Ez a lépcső. Szóval, én arra gondoltam, hogy itt valahol elkanyarodna, megpróbálna így egyenesen fölmenni, itt a pont a közepén, hát valahol itt kellene legyen az. A közepe. Ja igen, és akkor nem kell oda a szakadék szélére kiépíteni. Mi? Igen, és akkor nem kell a szakadék szélére kiépíteni a templomot, hanem ide középre építhetjük, mert ugye a lépcsővel tökéletesen szembe szeretnénk a templomot, mert hát úgy néz ki a legjobban, egyértelmű. A patkós bika táborból onnan néz, úgy néz ki a legjobban. Úgyhogy én azt fogom csinálni szerintem most legelső sorban, hogy ezt a lépcsőt itt egy kicsit elkanyarintom ide, és itt fölhozom, és hogy az meg is oldja azt, hogy nem jön ennyire be itt a sziklába. Oszta! Ez most mire volt jó? Nem tudom, de onnan jöttem. Nézd. Máté, próbálj meg eltalálni. Csaló! Oké, na szóval akkor ezt itt kibontom. Mondtam, hogy lesz még rajta változtatás, szóval direkt azért nem is csináltam meg tökéletesen. Viszont Krisztián, neked addig adok egy feladatot, méghozzá azt kéne megcsinálni. De örülök neki. Az jó. Addig azt kéne megcsinálni, hogy elkezdeni gyűjteni nyersanyagot. És elmondom, hogy milyen nyersanyagokat kell gyűjtened. Nem kell feltétlenül nagyon sokat, meg így messziről, hogyha amit éppen találsz, azt gyűjthetsz. Például diorit, kvarc, az a legfontosabb a kvarc, mert azt nehéz is szedni, és nagyon sok kell belőle, meg kalcsitét, de azt majd elmegyünk majd ott ahhoz a dombhoz, tudod, ahol voltunk egyszer. Igen. Na és akkor majd onnan szedünk, szóval okay, az annyira nem fontos. Akkor lemegyek a néterbe, jó? Oké, menj. És az a kuárcot, mert a dioritot az hamar lehet szedni, de kuárcot azt az én. Na, lehet. Szerintem én azt mondom csinálni, hogy itt lesz fordulópont, így, és erre fog elkezdődni a lépcső megint fölfelé. Na nézzük, hogy találok-e kuárcot. Addig te építkezz csak nyugodtan már. Jó, építkezek nyugodtan. Plusz meg azt is meg kell nézni, hogy kb. Hol legyen a közepe. Szerintem itt a legjobb, de inkább fölülről nézem, mert úgy még jobban meg tudom nézni. Szerintem itt. Ha itt fölér, az úgy jó is lesz. Szóval, akkor itt kell elkezdeni leépíteni. Megnézzük, hogy így egyáltalán fele tudom így hozni a lépcsőt, mert lehet, hogy nincs akkora szint különbség a kettő között, hogy így fölérjen ide, de majd meglátjuk. Mindegy, az a lényeg, hogy itt most megcsináltam, hogy itt legyen a közepe. Hát na, hozok nyersanyagokat, meg ki kéne világítani ezt, mert hogy ne teremjenek ide be a szörnyecskék. És akkor most lementek kvarcért? Igen. Jó. Már ez fontos moment. Mondom, szerintem abból kell majd a legtöbb. Na, hozok nyersanyagokat, mert kelleni fog.
Azt hiszem Stone-ból már nincs is, de Cobblestone is megcsappant, mert ugye elkezdtem építgetni a dolgokat, ugye feltölteni ezt a sok cuccot, és ebben a kék és ebben a sárga Shulker boxban viszegettem föl, de ez is full üres, szóval akkor ezt már hagyjuk. És akkor most kéne még kiégetni Stone-okat. Kiégetek 264-et, szerintem az bőven elég lesz. Csak kellene belerakni szenet. Gránit, hát az nem kell. Ami fehér blokk, azt abba hozza. Aha, az jó lesz. Oké, és mi kell még nekem? Szerintem semmi. Aludni kell. Ugye nem a Netherbe vagy? Igen. Ja, de akkor tudok aludni. Ezt valaki írta a kommentekben, hogyha Chris nem van a Netherben, akkor én tudok aludni egyedül. És ez nagyon hasznos volt, mert állandóan várogattam a Krisztiánt, hogy jöjjön fel a Netherbe, meg föl kell szaladgálni a Netherből, hogyha aludni akartunk, de most már nem kell, mert tudjuk, hogy... Vagy igen. Az eddig se kellett volna, csak mindig felszaladgáltunk. Na, oké, egyelőre viszek egy pár stone-t, meg kellene sok dirt. És mehetünk! Juhu! Még mindig spórolok a rakétával, pedig nem kellene, hát már annyi cukornádunk, meg ezénk van, puskaporunk, hogy már szerintem ellepi a fél pályát. Ja, már ne, én nem spórolok, már egy... Hát én soha nem spóroltam amúgy, de... hát ezt gondoltuk. Mennyi kvarc kell? Hát hozzá egy párat, majd úgyis gyűjtünk, hogyha kell még. De hát az egy templomot fogunk felépíteni, szóval ezt azért ne felejtsd el. Egy katedrálist. Már itt kell legyen a közepe, ugye? Igen, itt. Szóval... Hát ez itt pont szarul jön ki. Hát akkor legyen inkább egyel elrébb, bár... Hát nem tudom. Hát ha itt lesz a közepe, akkor szerintem jó lesz. Még lehet, hogy inkább még elrébb kéne hozni. Akkor lehet, hogy inkább úgy legyen. Ja, de úgy meg már nem jó a sziklához. Miért kell ilyen nagyon nagy problémáknak lenni? Na, bezzük, most annyi ízét találok, magma blokkot. Így, és akkor így kéne fölmenjen. Hát szerintem így jó lesz. Na várja, meg kimérem, hogy hova fogok érkezni. Hát meg így is bele fogok ásni a sziklába. De annyira nem, mint az előbb. Ennyire. Hát, ez elég sok. Amúgy lehet, hogy még kellene vinni rajta. Vagy megmeredekítem a lépcsőt. Azt is csináljam? Vagy azt csináljam? Nem tudom, hogy gondolt Máté. Hát, mert ugye most az a baj, hogy túl így bejön. De hogyha így csinálom, hogy így megmeredekítem a lépcsőt, akkor ilyen gyorsan feljön, és akkor mehet egyenesen. Most azon gondolkozom, hogy a kvarc az mindenhol van, ugye? Mármint, hogy minden magasságon van. Hát elvileg mindenhol van. Én a netherite szintjén kerestem. Azt mondom, hogy akkor én is inkább ott keresem, mert ott könnyebben talál az ember. Mármint, hogy nem az, hogy könnyebben nem találsz könnyebben, csak találsz netherite-ot is. Ja. Hozok lépcsőket, és megpróbálom azzal, mert ugye úgy meredekebb lesz a lépcső. Viszek egy stone cuttert oda föl, mert nem akarok pocsékolni. Hanyas szinten is van a netherite? Igen, és akkor ezt a lépcsőt majd ilyen nagyon durván ki kéne díszíteni. Mert hogy ugye ez mégiscsak a templomnak a lépcsője. Egyelőre csinálok 27-et, és akkor így megpróbálom fölvinni. És akkor megnézzük, hogy így hogy fog sikerülni fölmenni. Milyen magasságba. Oké, és most van 3x64 kvarcom van. Az mire jó? Az mennyire elég? Egy blokk az 9? Nem, az 4. Azt, amilyen perfektül kiszámoltam, hát nem perfektül, de szinte majdnem. Hát szerintem ez így sokkal jobb lesz, mert ugye hamarabb elkezdhetjük a templomot, nem kell olyan nagyon bent. Mondjuk most így nézem, amúgy is kb. Itt kéne elkezdeni ebben a szélességben, úgyhogy szinte kb. Majdnem mindegy volt, hogy hol érkezik, de azért ez azért bent volt. Chris, meg kell nézned, hogy szerinted hogy jó. Mert most úgy csináltam, hogy ilyen meredek lépcsőt csináltam hozzá, ide a legtetején. Szerintem az úgy jó. Nem vagy. Ez a ilyen lankás lépcső, hanem nagyon meredek ott a tetején. Hát nem nagyon, de egy ilyen átlagos lépcső meredekségű. Hát azért kell ide hely. Szóval oké, hogy kb. Itt érne véget a lépcső, vagy itt, de ugye a templom előtt még kell hely is, mondjuk mit tudom, 4 blokk, mielőtt elkezdődik, hogy ne nézzen ki hülyén. És az már itt lenne, szóval ez nagyon távol van. Na mindegy, itt így legalább lesz helyünk. Az a lényeg. Na visszamegyek a kövekért, és megpróbálom még föltöltögetni a dolgokat. Krisztián! Mi az? Most jut eszembe! Na? Nem raktam be még a létrákat, és nem is szól, aki senki házi el akarja tusolni. Az előző videóra, srácok, 6400 like jött, ami azt jelenti, hogy mennyit rakhatok be? 30 létrát.
A fenében megint 30 létre. Jaja. Ajne, túl gyorsan kiderül, muszáj csökkentenem. Nem muszáj. Máté! A következő videótól csak 1000 lájkonként csak 3 létre. Nem, nem. De. Nem, az első szabályt nem adott felül. Azt a... nem írhatott elő. Már milyen magasan vagyunk. Elértük a felhőket. Azt a netherite. Nem repülhetek rá a létrára? Ja, nem is tudok. Szóval igazából tök mindegy. Ez megölte magát. Ez megölte magát, az őrült barom. Ezt most nem hiszem el, most az összes cuccom szétrepült össze-vissza. Delfin, segíts! Milyen érzés? Kösz. Hát szar. Hát elég szar, igaz? Na. Akkor gondolj bele, hogy ez velem már megtörtént több száz alkalommal. Hát jó, béna vagy. Na. Vagy nem, nem tudom, hány alkalommal, kettő. Oké, hát itt nagyjából egy helyen vannak a cuccaim, szóval nem olyan vészes. De pár az lehet a vízben is, szóval azért oda kell figyelnem. Jó, hát a főbb cuccaim azok megvannak, jó van. Jó, szerintem megvan minden. Már nem, a fákjám! Hol a fákjám? Jó, berakom a 30 létrát, na, megvagyok. Hát lecsökkent 10 szintem, de ez senkit ne zavarjon, mert ott a király XP-n farmunk, ahol tökéletesen vissza tudom szerezni az XP-t. Let's go! Jó magasan vagyunk, már azt sem tudom, mennyi létre van. Srácok, ha valaki tudja, akkor írja már a kommentben, hogy mennyi létrát raktam már le. Falusi hangot adtam. Jaj, nem elkezdek Minecraft karakterré változni. Azaz. Szépen rakjuk. Közben rakom a fákjákat is, hogy ki legyen világítva. Azt a... Krisz, már mindjárt fönn vagyok a tetején. Már alig választ el. Egy kis... Akkor muszáj lelassítanom sajnos. Azt a... Milyen a felhők fölött lenni. Hát, Krisztián... Én helyedbe félnék nagyon, mert nem sokára benézhetek a titkos törnyödőből. A fenébe, ezt nem hiszem el, túl gyorsan jön az alkalom, nem jó. Azt a málig van szinte a tetejétől. A tipók! Az hogy van ott? Bespawnolt biztos. Hát jó, de hogy... Pont most aratotta az automat a cukornát farm. Ez komoly. Let's go. Aha, 51. Cukornádunk van, let's go! Ment ugye az automatából. Rám folyt a láva, de szerintem nem, hogy... nem olyan súlyos. Ja, amúgy is. A netherite cucc az visszafogja a lávában a... ezért tudtad? Azt tudtam, hogy kevesebbet sebződ. Ez az, netherite. Áj, hülye cukornád, valami nem lehet benne repülni. Oké, szóval beraktam a létrákat, és már nagyon magasan vagyok. Hát szinte már egy pici kell, és már fönn is vagyok a tetején. Úgyhogy... Srácok, lájkoljátok a videót, ugye 1000 lájkonként haladunk 5 létrát. 3 létrát, mert módosítva lett. De nem lett módosítva. De módosítva lett, 3 létrát haladunk 1000 jó lájkonként. Jó van, te büdös csaló. Úgyhogy mostantól 3 létre haladás van 1000 de miért? Mert közeledünk a végéhez, Máté. És a loading screen az mindig belassul, miközben végez közeledik. A 99% nem megáll, mi? Mi kell nekem még? Krisz, jöhetsz most már segíteni, szerintem most már elég kvarcot gyűjtöttél. Úgyhogy nézd meg ott fönt, hogy milyen, és aztán menjünk okay, el. Oké, és csak meg kéne nézni mit? A koordinátát. Á, mondjuk -7, -42 vagyok, hát akkor szerintem majdnem otthon vagyok, nem? Ja, hát menj fel vissza, amerre jöttél. Hát jó, hát kacskaringoztam össze-vissza. Ezt itt kiszerem, ez így hülyén néz ki szerintem, így sokkal jobb. És én azt néztem, hogy így jobban tetszik nekem a lépcső, hogyha ezek a félblokkok nincsenek ott. Így olyan lépcsősebb szerinted, Krisz? Szerintem nem lépcsősebb, szerintem úgy lépcsősebb, ahogy én csináltam. Nem lépcsősebb, mert olyan izé, olyan béna szerintem így. De igen, lépcsősebb. Jó, mindegy, nem érdekel. Na, ezt is itt szépen ki fogom díszíteni, ezt a részt itt. Hát majd szépen megcsináljuk ezt a lépcsőt, most ezzel annyira nem foglalkozunk, csak az a lényeg, hogy a heroldatja be tudjon költözni. Ezt a hegyet meg itt visszatöltem. Ja, nem hoztam cobblestone-t, ezt nem hiszem el. Néhány perccel később. Jó, itt betemetem szépen ezt a csúnya cobblestone-os részt. És ugye az volt, hogy itt volt a lépcső, de most már nincs. Ez itt teljesen szépen meg van szüntetve, és mostantól innen van a lépcső. Itt, ha jobbra elkanyarodunk, hát ez itt baromi hülyén néz így ki, szóval ezt majd itt valahogy meg kell csinálni, hogy... Ez az, azt, ahol jöttem ki, de na ügyes hol? Vagyok. Pont ahol kiszoktuk, ahol kijövünk a fortból, tudod? Aha. Na ott jöttem ki pont. Oké, okay, na Krisztián, viszont
el kéne kezdeni építeni a templomat. Jó. Ugyanis a mai videóban a szerkezetét fel kellene építeni. Amihez amúgy nem kell olyan sok nyersanyag, csak így agyalni kell, szóval akkor inkább azt kezdjük el szerintem. Ezt majd így szépen megcsináljuk, hogy így föltöltjük a sziklát, és akkor így körbe fogja ölelni itt a lépcsőt, és akkor annyira nem fog külön kinézni, mint hogyha így kiállna a lépcső a sziklából, meg ott is elég hülyén néz ki néhol lihelyeken. Úgyhogy azt fogjuk megcsinálni. És nyilván a szerkezetét. Na, én elkezdem a templomnak így nézni, hogy hogyan kéne megcsinálni. Szóval hozok nyersanyagokat, amik eddig vannak. Van diorit, kvarc, blokk, meg kalcsite. Már visszajöttél? Igen, most jöttem vissza, még igen, le kell győznöm három blazed izébe. Ja, mert te itt is itt vagy. Igen. Van még bone block, ami fehér, azt is néztem. Ja, igen, az is jó. Csak az a baj, hogy a bone block az meg nagyon hasznos. Aha. De jól néz ki amúgy. Amúgy ez meg a királyon néz ki. Csak ez nagyon hasznos, tudod. És hogy... Igen, meg ebből nem lehet olyan sokat szerezni. Na. Hát igen, az a baj. Szóval akkor Krisz, a szerkezete miből legyen? A fala? Meg ilyenek. Szerintem az kvarcból kellene, hogy legyen, nem? Igen. Miért nem csináltad meg blokknak őket? Nem tudom. Na nézd, ennyi van, figyeld. Aha. Csináljuk meg őket blokknak. Oké. Okay, és... Azt úgy kell, hogy csak így a... Nem tudom fölvenni. És 64 block of quartz. Ja, van olyan, hogy quartz brick. Azt nem is néztem. Ez komoly. Egyet igen. Csinálj. Hát négyet tudok, de oké, csinálok. Oszta! Ó, ez tökéletes templom alapanyag. Igen. Ez nagyon jól néz ki. Csak ebből kéne legyen a fala. Szóval, szóval nem ezt kell lerakni most így elsősorban, hanem a keretét. Szóval akkor azt kell megnézni, hogy miből lesz a kerete. Ja. Máté? Igen? Nekem a elitrám az félig van. Csak úgyhogy megyek, és visszatöltöm. Hát jó, de ha ölsz szörnyeket, meg mit tudom, bányászol, meg ilyesmi, akkor vissza kell, hogy töltsek. Az a helyzet, hogy elfogyott a kajám. Úgyhogy csinálok magamnak 44 golden keretet. Ó, tele van a retkes inventoríme, hogy ne. Na, most már földre annyira nem lesz szükségünk. És 13, és meg is van az összes golden keret. Jó van. Oké, szóval akkor elkezdem építeni, miből legyen a kerete? A pillárból? Ja, és Krisztián, azt is akarom mondani, hogy én nem ilyen egy tornyos templomot képzeltem el. Hanem? Hanem két tornyosat. Ja, igen, azt mondtad már. Hogy így már. Két szélén van torony, és akkor szemből előről be tudsz menni. Mert ugye a templomoknak általában nem a torony felől van a bejárat. Tudod? Aha, igen. És úgy nem néz neki jól, hogyha egyenesen, vagy így egy tornyos. Azt oldalról kellene. Akkor viszont megint nem néz neki jól. Úgyhogy szerintem jó lenne a két tornyos, de hát majd megnézzük, hogy hogy néz ki. A két torony. Ja, a két torony. Fú, nem is gondolta volna az ember, hogy az is milyen jó lesz. Mennyivel jobb lesz a XP farm így, hogy van szárnyad, mert ja. Csak oda lehet repülni egyből a létre, az fölmászol, és lefele meg lehet repülni vissza kapuhoz. Na, itt lesznek az ülések. Hát azért legyen egy háromsor ülés, nem? Három sör ülés. Három sor, te. Milyen? Több nem osztam lépcsőket. Öt sor legyen. Igen, csak akkor nagyon széles lesz, az nem fogja jól kinézni. Így, és még várjál egy... Várjál, lépcsős gizit itt van. Még egy itt blokk. Van, itt a fal. Itt, és itt a fal. És akkor onnantól lesz a torony. Nem ebből lesz a ülés, ne azt nézd. Pedig szerintem az jól néz ki. Hát fából lesz. Jó, oké, és jó lesz. Na nézd, itt van a bigyóka, minyóka. Mert itt pont tökéletesen elférne. És milyen széles legyen a torony? 1, 2, 3, 4, 5. Ez majdnem ugyanaz széles a torony, mint a templom. Hát, akkor legyen 3. Hát 4 mondjuk. 4. Nem tudom, 4-ből lehet jó izét csinálni. Jaj, rosszat rakok. 4 blokkból lehet jó tetőszerkezetet? Hát, őszinte legyen. 4x4-es blokkra lehet jó tetőszerkezetet? Hát, ugyanolyat lehet, mint mindegyikre. Ami igen. Négyzet. Igen, mert jó, akkor egy. Az egy blokkos, egyszer egy. Az is, arra is ugyanolyan tetőszerkezetet lehet. Akkor 4-es legyen? Tudod. Csinálok még quartz brikkeket. Ja nem. Hülye vagyok. Quartz pillárokat kellene csinálnom. Azt viszont csak kettőből. Ja, hülye vagyok. Hát úgy legyen szerintem akkor, hogy háromban közte. Hogy? Ja, hogy három
blokk van közötte? Igen. Az nem lesz pici? Nem tudom, pici a tegye lesz ide a is egy három blokk, és boom, és akkor három blokk. Mert nézd meg szemből, hogy milyen vastag ott a közepe, és nézd meg, hogy milyen pici lesz az ott a torony, a bal oldalt. A jobb oldalt sokkal jobb. Látod? Ott négy blokk van a jobb oldalt, bal oldalt meg csak három. Jobb hát az a négy annyira blokk. Nem pici. Hát de, eléggé pici. Szóval így. Így jó lesz, négy blokkos. De a tornyokat tudjuk majd máshogy megcsinálni, szóval annyira nem vészes. És annyi, hogy egy kicsit kíjebb kell majd jöjjön a torony, mint a... mint maga a belső épület. Igen, azt úgy kell, hogy az előre kíjebb jöjjön. Pontosan, ahogy mondom. Jó, na akkor csinálok egy csomó pillárt, mondjuk ebből a 54 darabot. Na, és akkor így kellene a keretét megépíteni, ami nem máshol fog kezdődni, mint... mondjuk itt. Hát, vagy inkább... hát, inkább itt. Legyen itt! És akkor... itt lesz a széle, itt lesz a széle, és akkor így. Te is közben mondhatod, hogy mi a helyzet. És ez minek a széle? Ez a két toronynak a... ja. A széle, és akkor ez egy picit beljebbről fog kezdődni. Mondjuk mit tudom én egy... innen. Így. Tudod, a belső épület. Így szerintem ez elegendő terület, mondjuk akkor a lépcsőt is egy kicsit meredekebbre tudom csinálni. Csak, hát nem tudom, bejöhet eddig? Hülyén néznek el, itt érne véget a lépcső, nem? Vagy nem? Nem. Tudom, hát az egy kis egyenes út azért legyen befele. Ja, tényleg még nem is nézted itt a lépcsőmet. Oásztóá, ez szuper. Hát majd meg kell csinálni még a korlátot, úgy jobb lesz. Hát igen, sokkal jobb lesz nyilván. Jól van, na akkor Krisz kéne segíteni. Milyen távol tartson? Ugye itt kell legyen még egy oltár, de azt oltár, vagy hát oltár, nem? Vagy ez mi az ott hátul? Oltár. Na azt mondom, oltár. Itt kell legyen még hát egy oltár, de itt még fogunk föltölteni kővel itt hátul is, szóval szerintem legalább eddig lesz egy sík talaj. Eddig a pontig, szóval idáig bőven meg lehet majd csinálni. Oké, a tornyok, azok hogy néznek ki a templomokon? Tudod, ezeken a két tornyos templomokon, hogy néznek ki ezek a... hát, majd utána kell nézni. Nem tudom pontosan. Mert ugye itt nem érhet csak úgy véget itt. Szerintem itt megy tovább egyenesen. Igen. Ez mély jelent be? Ugye ide hátra megy tovább egyenesen, és akkor itt... nem. Nem, hát ugyanúgy így bemegy. Mint ahogy ott itt elől bemegy, és innen kezdődik a fal... itt is így bemegy, és innen kezdődik a fal. Szóval akkor innen kezdődik a fal kb? Igen. Így hátra? Uh-huh. Oké, és akkor így. Na, kb akkor ekkora kell legyen itt az épület, és hátrafelé meddig menjen? Hát azért legyen egy pár sor ülés, nem? Hozzuk fel az üléseket, és azokat rakjuk is le. Miből lesz az ülés? Meg közben aludjunk is. Sötéttől egy. Juhú, végre, sötét tölgy, az kedvenc építőfám. Jó éjszakát! Jó éjszakát! Neked is gigantika, neked is. Mi volt ez a disznónya szörgés? Mi volt ez a disznónya szörgés? Milyen disznónya szörgés? Disznónya szörgés. Szervusz gigantika, a világ legkirályabb macskája. Szervusz műtyűr, a világ legszarabb macskája. Az okoság, nem is gáz. A műtyűr a legjobb macska. A srácok is megmondták a kommentben, igaz, srácok? Nem. Pontosan. Na jó, van akkor. Amúgy woodcutter, az miért nincsen a játékba? Szóval akkor rakjuk le a lépcsőket. Azt ez már most jól néz ki, pedig most kezd még a kerete épülni. Szerintem inkább használom a silk touch-os csákányom, mert az most jobban fog jönni. Oké, innen kezdődnek az ülések, ami hármas ülés lesz. Szóval így, és akkor így. Nem? Igen, azt de jó néz ki. Ezért nem lehet rárakni? Szőnyeget? Úgy, hogy még raksz egy szlebe. Ja, de nem jó az. Hát egy öt sor legyen, nem? Uh-huh. Igen, öt sor, én is arra gondoltam. Tudod, mert így bejössz, és azért már van egy... ja, van egy ilyen... már van egy hely. Tudod, így bejössz, és akkor itt már el kell menni közöttük. Igen, és itt meg piros szőnyeg lesz. Oásztóá, let's go, oásztóá. Vagy legyen még egy sor? Hát, nyomjunk még egy sort. Jó, legyen minél nagyobb, ha már itt van még hely, szóval tudod, mert itt még föl lesz töltve kővel. Ja, adjuk meg a maudját. Viszont kőnek a hiányában szerintem itt én úgy fogom csinálni, hogy mit tudom, 4
Hát innentől kezdem majd feltölteni, és akkor fölfelé. És itt meg meghagyom ezt ilyen benyúlásnak itt. Majd ezt erre formálgatom. Csak az a lényeg, hogy most az alapterülete legyen meg, és akkor majd szépen, szépen lassan megcsinálgatjuk. Amúgy mindenre ezt mondjuk, és aztán utána rohadtul nem csináljuk meg, de mindegy. Ja, emlékszel, a izét is mennyi volt? Mi? A kerítést megcsinálni. Mennyi? 10 részen keresztül ígérgettük? Azt hiszem igaz. Így de az, ugye? Is. De hogy nem. Sőt, hogy ja, nézd, akkor lehet, hogy inkább úgy kéne, hogy itt még nincs. Így nem jobb. És akkor nem, innen kezdődik majd a próbáljuk kapu. Meg. Megpróbáljuk. Hát erre kíváncsi leszek, hogy ezt hogy fogjuk tudni megcsinálni. Kvarcból rengeteg kell még, az biztos. Meg szinte minden másból is. Oké, és akkor itt lesz az oltár. Innentől kezdődik majd. És itt fog állni Herold atya. Juhú! Ja, csak Krisztián, most jutott eszembe valami. Ez egy templom. Templomban nem szabad kereskedni. Akkor a Herold atyával nem fogunk tudni kereskedni. Hát nem kereskedünk, hanem írtjuk a gonoszokat, és ő ad nekünk jutalmat. Ez a kereskedés. Hát de, mert pénzt kapunk érte. Hát, adunk neki valamit, és pénzt kapunk érte. De nem pénzt kapsz érte, mert a emerald, azt tudsz bányászni a főd alól. Ja, mert aranyat is tudsz, meg bronzot, meg részt, amiből van a hát jó, de pénz. És a templomban szokott lenni arany. Meg fát is tudsz vágni, hogy papírod legyen, amiből van a pénz. A templomokban szokott lenni arany. Hát jó, az más. Na mindegy. Krisztián, mi legyen az első, amit megcsinálunk? Az első, amit megcsinálunk, az szerintem a tornyok. Itt első két a tornyok. Igen. Jó, akkor viszont fogok kvarc brikkeket, és az összeset megcsinálom, 64 kvarc brick, és megpróbálom itt a izéjüket megcsinálni, hogy fog kinézni. Szerinted ez így jól néz ki? Szerintem ez így felettébb jól néz ki. Így, és akkor tudod, itt lesz ez a ilyen alakú kapu. Ja, ilyen baltív? Igen, baltív. Jó. Várjál, azt meg is építem. Hát az jó hülyén néz így ki. Ja, az ebből nem lett fél blokkot. Nem, sajnos. Lépcső! Azt viszont lehet. Ja, de pillár lépcsőt, azt nem fogok tudni. Hát akkor azt ne pillárba lépítsd. Tök gumiből. Tök minden sima kvarc. Hát azt most elhasználtam az összeset, úgyhogy nagyon örülök neki. Hát akkor így jártál még el hülyeséget csinálni. No, mindegy, akkor ezt most így hagyom egyenlőre, és akkor majd utána folytatom. Jó, na és akkor azt kéne még megcsinálni. Áj, ez a hülye szikla, hogy itten véget ér. Várj, ezt itt kezdjük már feltölteni. Neked van stone-od. Ott van az izé. Ja, sima stone kell. Aha. Mindjárt beteszek a kemencébe. Van amúgy a kemencébe, szóval akkor lemegyek érte. Azt a rohadt! Most megélje, megmaradt az életem, az biztos. Ez már megint meg akar halni. Oké, visszamegyek. Au! Folyton beverem a homlokom. Oké, ez egy jó nagy templom lesz amúgy. Tetszik. Ja, nagy le, én direkt azt akartam én is, hogy ne ilyen pici legyen, hanem jó nagy. Legalább itt a vonalban kéne, vagy a vonalában meg kéne építeni. Most ezt is akkor utólag majd feltöltjük. Csak az a baj, hogy annyi követ elhasznál. Na mondtam én, hogy utólag töltsük fel. Szóval én mondtam, az okos. Haha, na. Hadd, Máté. Te voltál. Oké, és na. Most egy kicsit már kezd unalmas lenni ez a templom építgetés, úgyhogy nyomjunk egy szarás versenyt. Ki tud nagyobbat szarni? Hát te. Na, mert... A 100%, hogy te tudsz nagyobbat szarni, mert ott az égig érő szarod! Annál én nagyon ja, nagyobbat tényleg, nem tudsz szarni. Na, akkor most jöhet a tiéjét. Mutasd! Na mutasd, te mekkorát szarsz. Nem tudok szarni. Mert én nem szart készítek. Jó, akkor én ha nyertem. Nem, király dolgokat. Na. Akkor én nyertem. Köszönöm szépen. Jó. Köszönöm szépen, srácok. Gratulálok, megnyerted a szarás versenyt. Megnyerted a szaró versenyt. Én meg a szaró király. Juhu! Hát ez remek. Ja, és itt hátul kéne legyen egy arany kereszt ott a hátuljában. Ja, hát szerintem inkább fa kéne, hogy legyen. Aranybú legyen! Nem tudom, szerintem talán méfából kell legyen. Talán azért már eredetibb is abból volt. Jó, de ez nem eredeti, hanem egy ilyen oltár. All time. Oltár! Te vadbarom! Na. All time favorite. Na, hol legyen a hátulja? Hol legyen az oltárnak a vége? Itt? Szerintem... Itt? Hát nem, még egy kicsit hátrébb. Hátrébb? Legyen leghátul, majd még föltöltjük. Itt?
Jó, oké, de akkor majd még lehet rakni ezért. Ez nem lesz nagy? De nagy lesz, az a lényeg, hogy nagy legyen. Jó, de úgy mondom, hogy hátrafelé. Nem lesz hosszú, nagyon. Pont jó. Jó, mindegy. Na, akkor itt viszont úgy kellene, hogy egy kicsit itt ilyen ferdefal legyen, szóval hát azért ennyire ne. Így. Tudod, így értem, hogy így ferde a fal. Itt a hátulján. Igen. Ja, lehet. Egy kicsit. Ja, ez, ja, az jó, az jó, az jó néz ki. És akkor itt is, akkor így, és akkor itt. Itt kellene jönni a pillárnak. Nem, hülye vagyok, ez így barasztó. Pillár. Nem jó. Oké, akkor ezeket itt kiütem a Krisztián alól. Au. Jó, az a Silk Touch-os csákány, amúgy már úgy szedi a követ. Tehát, hogy... nem, igen, hogy nem kell kiégetni. Nem cobblestone. Máté, én figyelem, hogy benne jelenjen egy creeper. Jó. És lelökni is le akarsz? Ja, nem. Nem, csak azt akarom figyelni, hogy benne jelenjen egy creeper. Megnézem, hogy meddig raktad már a létrákat. Jó, nézd meg, amúgy nagyon sokáig. Oké, és akkor pillár. Pillár, és kész. Oké, megvan a kerete. A... ezének, hogy hol lesz így a keret, hogy hol lesznek a cuccok nagyjából, így mindent lefettünk, ugye? Hát igen, ahogy hogy lesz az alap. Ja, itt meg amúgy tovább is jöhetnek még a padok. Uh-huh. Most már csak sok ezért kell csinálni. Rengeteg nyersanyagot kell szerezni, azt viszont elég nehéz lesz amúgy. Igen, sok idő lesz. Hát nagyon sok idő. Nem baj, majd streameljük. Ja, srácok, egy kicsit ti is jobban átlássátok, szerintem így ki fogom rakni. Ja, rak körbe, hogy hogy lesz a templom. Hát amennyi kapacitásom van a... jó. A kvarcból, mert... nem az ott valami sokat krészem, úgy nem azért mondtam. Jó van, hát így is majdnem meghaltam egyszer. Te béna vagy! Krisztián, nem akarod innen a templomba levinni a macskas... rózsaszín... csicska... ezért? Hát Sugar azért boxot. Raktam oda, hogy neked legyen kő. Jó, mindegy, köszönöm szépen. Na, akkor a... várjál, szerintem még egy sort előrébb hozok, mert ez így nagyon-nagyon-nagyon hosszú lett. Úgyhogy szerintem ez így lesz. Mert ez az oltár, az akkor lesz így, mint egy vadállat. De az oltár meg a padok között kell legyen hely, te. Bamba. Hát jó, csak itt már az oltár van, itt. És itt középen meg van hely, mert itt egy kicsit így beljebb megy, és akkor itt, érted? És itt áll a pap, ez tökéletes. Na, elfogyott a kvarcod? Nem fogyott el, de hát többet már nagyon nem tudok építeni, szóval... hát jó, csak még rakkörbe. A tornyokat tudom még följebb építeni. Ne följebb, rakkörbe, annak is az alapját, hogy lássuk, hogy mi hol megy. Viszont most fogyott el a kvarcom, szóval ezt tudtam még lerakni. Ja. De most már így nagyjából látják, srácok, hogy... hát igen. Na várjál, várjatok, srácok, egy kicsit felrepülök, és megmutatom, hogy ez így most már látható, hogy ez lesz a templomnak az alapa. Az alapja. Alapa. Ha. Viszont ezek nyomít. Nagyon-nagyon kicsik, ezek a tornyok, Krisz. Szerintem. De mindegy, most legyen így, mert kombináljuk az egy tornyosat a kettővel, kettő tornyossal, amit szólsz. Hogy kombinálod, mi másfél torony lesz? Másfél torony lesz. Olyan lesz, mint egy torony. Így külön-külön a kettő, tudod, úgy fog kinézni, mint egy torony. Csak kettő lesz belőle. Nem úgy fog kinézni, mint a Notre Dame, hogy ilyen egyenes a teteje a tornyoknak, hanem ilyen rendes torony lesz, csak kettő lesz belőle. Jó, hát én is úgy gondoltam. Na. Hát akkor meg mit kell hisztizni, hogy milyen mérted? De az hogy két tornyos, attól, hogy háromszög a teteje, és nem kocka, attól még két tornya, most semmi más, nem. Aha. Semmi változás. Nem. Ja, de nagyon-nagyon jól fog kinézni, és már csak nyersanyag fog kelleni, hogy befejezzük a templomot, és beköltözhessen Herold atya. És amint beköltözött, kész lesz a harmadik feladat is. És akkor már csak egy feladat fog elválasztani minket. A végső valamitől, amiről nem tudjuk, hogy micsoda. De majd kiderül. Szerintem a végső valami az nem más, mint... a szaróverseny medálja. Vagy a első helyezettnek járó medál. És ugye én fogom megkapni. Na jó van. Hát az hozzád is fog illeni a szaróverseny medál első helyezett, Krisztián.
Pontosan, mert én voltam a szaróversenyen az első helyezett.